Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Robert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Ha játék és internet, irány a játéknet. A műsor támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedó, az út, ami összeköt. Partnerünk az Alfa Romeo Magyarország. Üdv mindenkinek, ez itt a Toyota CHR második generációjának bemutatója, és ez itt mellettem nem más, mint maga a Toyota CHR. Hogy kicsit képbe kerüljünk, hogy mi is ez az autó, mi a története, elmesélem, hogy egészen 2009-ig kell visszamenünk az időben, amikor is a Toyota még elképesztően unalmas autókat gyártott. Ilyenek voltak az Avensisek, Avensis Verzók, Corolla Verzók. Ezek egy nagyon jó műszaki felépítésű autók voltak, megbízhatóak, de valami elképesztően unalmasak. És ez szép lassan kezdett látszódni az eladásokban is. Ekkor 2009-ben került a cég élére az a Akio Toyoda, aki az alapító egyik leszármazottja, és szeret vezetni. Szereti az autókat, sőt, amatőr autóversenyző, és a legelső sajtóinterjúi között volt az, ahol kijelentette, hogy ennyi, nem lesz több unalmas Toyota, innentől minden Toyota a vezetésről, és valamiről fog szólni, ami jó és érdekes. 2016-ig kellett várni, 2016 márciusában, a Genfi autószalonon jelent meg a CHR. A CHR jelentése egyébként elég sok verzióban van fenn interneten, hogy Coupé Highrider, nekem legjobban tetsző a Compact Highrider, az egy kicsit az ilyen baltával faragott szlogán, de hogy kellett valami nevet adni az autónak, mert akkoriban még kevés SUV volt, pláne ennek a tervezésének megkezdésekor ugye 2012-13 körül, és egy olyan mérnök csapatot bíztak meg vele, akiknek ez volt a legelső autójuk. Ezeket nem a Toyota öreg mérnökei, hanem egy teljesen új csapat tervezte meg. Kijöttek vele a kiállításra, és fantasztikus sikert aratott. Mindenki azt gondolta, hogy ezt nem lehet, ez egy koncepcióautó, ilyet biztos, hogy nem hoznak ki utcára, és de igen, megtették, beletették a Toyota legjobban sikerült, legnépszerűbb hajtásláncát, a hibridet, akkor még a harmadik generációst, és onnantól kezdve már történelem. Csak Európában több mint 2,5 millió autó fogyott 2016 és 23 között. És akkor a második generáció miben is változott? Ahogy azt mondtam, nagyon nagy siker volt, és a sikernek a legfőbb tényezője az, hogy ahogy kinézett, amilyen volt az egésznek a megjelenése, ez nyilvánvalóan nem mertek nagyon hozzányúlni, meg kellett őrizni az alapvető kontúrokat, de azért próbáltak belevinni egy 2-3 olyan dolgot, ami most is nagyon merész és nagyon új. A legegyértelműbb és a legmesszebbről látszó dolog, ez a kettőszínű fényezés, ami egészen más benyomást ad az autóról oldalról, teljesen megváltoztatja a kontúrokat, az autó formája olyan, mint hogyha egy másik autó lenne. Szóval én el vagyok tőle álljóva, ez így élőben nagyon jól néz ki, de szerintem képen is át fog jönni, hogy ez az arany és a fekete, az mennyire megváltoztatja az autó formáját. A többi az már inkább a szerethetőség felé megy, például itt, nem tudom, hogy ez fog-e látszódni, vagy meg fogják vágóképről beadni, a hátsó féklámpák, egy Toyota CHR feliratot adnak, a hátsó féklámpák között van egy Toyota CHR felirat, minden ajtónyitáskor ugye levetítődik a Toyota CHR logó, és még belül vannak még igazán szerethető részletek. Egyébként a változással úgy általában meg szoktak nőni az autók méretei, ez itt most nem így történt. A tengelytávot megnövelték, de azt is inkább az úttartás, meg valamilyen szinten a dizájn érdekében. Most már 19-es, sőt 20-as kerekekkel is lehet vásárolni, és egy kicsivel nagyobb lett a beltér. Viszont az autó teljes hossza 2,5 centivel rövidebb lett. Ahogy azt már mondtam is, a legkomolyabb változások belül történtek, illetve van még egy nagyon komoly külső változás, az pedig a kilincs. Most már ilyen Teslához hasonló
elbújó kilincs van, csak éppen itt mechanikusan működik, illetve hát félig meddig mechanikusan, és hátulról is a C-oszlopról eltűnt, ugye régen itt volt fent a C-oszlop felső részén, most már itt is ilyen a kilincs, és nem véletlen mondtam Teslához hasonló dizájnelemeket, ugyanis, gyere át Laci a túloldalra, hogyha beülünk, az szinte az összes, bár ebben nem vagyok biztos, mert a sajtó bemutatón ott nem mindig kapunk teljes információkat, szóval az üvegtető, ami vagy rendelhető, vagy standardben megvan minden autóban, ezt nem tudom, de hogy az üvegtető az pontosan ugyanolyan, mint a Tesla 3-ban, nincs hozzá elhúzható róló, viszont olyan bevonatot kapott, hogy se nem éget nyáron, se nem hideg télen. Ez magyarázat arra is, hogy ezzel is spórolunk CO2 kibocsátást, mert nem kell annyit állítgatni a klímán. Mostanában nagyon divatos, és legyünk őszinték szükséges is, hogy egyre több újrahasznosított anyagot használjanak egy-egy modellnél. A CR-nél például az összes ülés, van olyan felszereltség, aminek csak a fele, 45%-a, de egyébként a nem hasított bőr jellegű ülések mind 95%-ban újrahasznosított PET palackból készülnek, és a belső tér anyagai közül is kétszer annyi készül újrahasznosított anyagból, mint az elődben. Ez pontosan mit akar, azért ezt nem tudjuk, de hogy legyünk őszinték, sok. Ezt érezni is, mert hogy a műanyagok azért a megszokotthoz képest kicsit keményebbek, kicsit sprődebbek, de baromi ízlésesen, tehát minden kapott egy ilyen kis mintát, egy ilyen valami kis dizájn, tehát hogy az összességében egyáltalán nem tűnik olcsónak, még a láb vagy a szemmagasság alatti részeknél sem. Persze egyértelműen látszik, hogy minden műanyag, ha jobban megnézzük, de valahogy azért szép, tehát ez rendben van így. Ha beülök magam mögé hátra, akkor azért egyértelműen látszik, hogy a THR az sosem volt egy igazán utazó limuzin, most is inkább egy ilyen szűk kompaktnak gondolom. Becsukom az ajtót, hogy talán lehet is látni, hogy baromi magasan van az ablak, tehát nagyon magasan kezdődik el, baromira szűk az egész térérzet. Szóval ez nem egy hosszú utazásra való 5-6 felnőttnek, illetve 4-5 felnőttnek, hanem sokkal inkább két gyerek fér el hosszú távon hátul. Magas az ülés is, korlátozza a kilátást, meg azért itt már a dizájn az egy kicsit kopottabb, itt már nem volt akkora figyelem a hátsó ajtó kárpitozásánál, vagy akár itt középen, például nincsen lehajtható könyöklőm, szóval ez továbbra is egy városi kompakt autó. Természetesen 360 fokos kamera segíti a parkolást, illetve a manőverezést szűk helyeken, ami mutatja az elejét is az autónak, sőt egy ilyen felülnézeti képet is ad, illetve kamera végzi el a sima visszapillantó tükör, a felső-középső visszapillantó tükör dolgát, az egy kijelző, ami mondjuk szerintem nem előre, hanem inkább visszalépés, mert engem kifejezetten zavart, de hát ilyen. Elsőként a Toyota tudott kezdeni azzal a dologgal valamit, ami mostanában nagyon divatos, hogy leszalag veszi körbe az autónak a belső övvonalát. Ezeket általában 68-28 ezer féle színben lehet kombinálni, és a Toyota erre kitalált egy olyan funkciót, aminek szintén semmi értelme, viszont valamilyen szinten hangulatba hoz, attól függően, hogy milyen napszak van, reggel van, süt a nap, délután van, vagy esik az eső, a CHR belső világítása annak megfelelően fog változni. Egyébként egy értelmes funkciója is van, amikor kinyitjuk az a vezető oldali vagy az utas oldali ajtót, akkor az ide rakott LED csík, az vagy csak pirosan világít, hogyha közelben jön valami hátulról, vagy hogyha már közel van, akkor még villog is. Legelőször feltűnik, hogy megmaradtak a fizikai gombok a klímapanelnél, ez szuper, ez csillagos ötös, sőt, megmaradtak a fizikai gombok olyan egyéb funkcióknál is, mint az automata parkolás, vagy a képváltás, a nézetváltás a tolatást segítő kameránál, vagy a kormányfűtés, hátsó ablak törlő, tehát hogy az igazán fontos dolgok azok a menürendszeren kívül maradtak. 12,8-szoros vagy 12,3-szoros, nem emlékszem pontosan kijelző az egyik, és egy 10,8-as talán a másik, a kisebbik kijelző. Ezek már tudják az Android autót, az Apple CarPlay-t, illetve hát elég gyorsak ahhoz, hogy most már ne legyen kínos, hogy mennyivel jobb a telefonunk, mint a saját autónk kijelzője. Az új modellben az új hajtásláncok kerültek, most már 5. generációs a hibrid hajtáslánc,
továbbra is kapható lesz 1.8-as szívó benzines motorral, 2000-es szívó benzines motorral, illetve mindegyik szívó benzinessel van kombinálva, úgyhogy ezt nem is kell kihangsúlyozni, illetve az újdonság, hogy most már összkerékhajtással is. Ez 5. generációs hibrid hajtás jobb, kevésbé bőg, hatékonyabb, nem fogyaszt annyit, de a saját véleményem az, hogy kutyából nem lesz szalonna, tehát ez az autó továbbra is bőg, továbbra sem adja azt a vezetési élményt, amit egy normál automata váltós, de most már nem utálom, tehát jobb, határozottan jobb lett, mint a 3. generációs. A menetdinamikája egyébként egész jó, tehát a gyorsulási érzet az nem rossz, nem hagy kívánivalót maga után. A menet közben nem azt érzem, hogy úristen, te bólogat, vagy rosszul lenne vele közlekedni. Nem, egyébként ez egy kifejezetten kellemes, városi, kompakt SUV, tehát nem tudok róla rosszat mondani, kontextusba kell helyezni, amit előbb mondtam a hajtásról. El lehet vele közlekedni, szerintem az átlag emberek 99%-a ezzel maradéktanul elégedett lesz. Megjelennek egyébként olyan szoftveres újítások, mint például a felhő alapú navigáció, ami valószínűleg előfizetéses lesz. Én maradnék a Google Maps, illetve Waze megoldásnál. Egyáltalán nem rossz, de hogy azok legalább ilyen jók. A vezetés segítő rendszerek garmadája, amiket azért most kikapcsoltunk, és nem csak a forgatás miatt, hanem az állandó aktivitásuk miatt, azok sem határozottan rosszak, sőt, igazán az egész autóról azt tudom elmondani, hogy egyébként egy baromi jó kompromisszum. Tehát az új CHR se nem lesz a legolcsóbb, jut eszembe az árát, még nem is mondtam, 11.990.000 forinttól indul. Egyébként visszatérve még a hajtásláncokra, a legfontosabb újdonság a plug-in verzió lesz, ami 233 lóerős, és több mint 60 km tehető meg vele tisztán elektromosan. Sajnos az ára is megvan ennek, mert ez több mint 20 millió forint lesz. Már említettem, hogy a beltér műanyagai nagyrészt újrafeldolgozott műanyagból készülnek, ugye az ülések szinte 100%-ban újrahasznosított PET-palacból, a szőnyegek pedig újrahasznosított halászhálóból, de a kedvencem a sajtóanyag, amit általában koszorús költők írnak, és a CHR-hez írt költemény szerint az a bőr, amivel be van vonva a kormány, az már nem műbőr, hanem állatmentes. Úgyhogy a Toyota átvisz minket a szép, új, állatmentes jövőbe, ahol már nem nevezzük nevén a polifenolt, hanem minden újrahasznosított, vagy állatmentes. Ha játék és internet, irány a játéknet! Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Támogatunk a Centro teherautók forgalmazója, az efurgon.hu. Progén Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Akár 10 éve is, ha valaki azt mondta volna nekem, hogy egy autós műsorban először fog egy Toyota CHR anyag lemenni, és csak utána egy Opel Astra, akkor biztos, hogy megköveztem volna, hát mi ez a őrültség, hiszen a magyar piacon kiemelten fontos az Opel Astra. De az a helyzet, hogy manapság már hát a Toyota sikeresebb a magyar piacon kb. Főleg, ha SUV viszonylatban nézzük, akkor meg pláne, mint az Opel, és az Opelből meg ugye a GS, amiben most ülök, az már nem egy akkora újdonság, tehát nem egy új generációs Opelt mutatunk most be, hanem csak a, hát a sportos változatot, ha lehet így mondani, bár a GS-e, hát így előre elmondom, hogy hát kevésbé sportos. Ugye a Opelnek régen a nagyon sportos modelljét azt OPC-nek hívták, az a részleg úgy komplett megszűnt, ugye gyakorlatilag a Stellantis házassággal meg szerintem még a füzetekből is kiégették, tehát ilyen már soha nem is lesz. És akkor mihez tudtak visszanyúlni, volt a ugye picit sportosabb modellek ezek a GS-ik, amiből egyébként még a korai időszakban létezett GS-E is, ami anno az E az nem az elektromosságra utalt, hanem arra, hogy befecskendező, tehát a N-Spritzre. Úgyhogy hát visszahozták ezt a nevet, és akkor ha már elektromos és sportos, akkor legyen az, hogy GS-E. És igazából ugyanazt kapjuk meg, amit már szerintem ismerünk, vagy kb. 2 éve, ugye ez a
1.6-os turbós benzinmotorral épített plug-in hibrid változat, amiből ugye létezik egy 180 lovas, abban az 1.6-os turbó 150 lovas, és ahhoz csatlakozik egy elektromos motor. És van ugye a 225 lovas verzió, amiben meg az 1.6-os turbomotor 180 lovas, és ahhoz csatlakozik ugyanaz a 110 lovas elektromos motor. Egyébként mind a kettő az ugyanúgy 12,4 kWh aksi van. Úgyhogy ez is ismert volt már, és akkor mit lehet kitalálni? Hát egy ilyen sportosabb körítést, ami egyébként marha jól néz ki szerintem az autónak, tehát ez a speciális GSE felnik, egy picit más ugye az első kötény is, meg a hátsó is, a GSE ülések, amiben ülök, ami egyébként ugye AGR-es ülés, az Opelnek ezek az AGR-es ülései iszonyat kényelmesek, tehát ezt bármikor kivenném és vinném magammal más autóba, és egy picivel más a kormány, egyébként a kormányzás áttétel is egy kicsit közvetlenebb, de ilyen nagyon halványi a különbség. A futóműben is van különbség, ott is 11-15%-kal keményebb a rugó, de hát igazából alig keményebb, mondjuk ki, és más koni lengéscsillapítók vannak rajta, és ugye a keményebb rugók egyébként egy 1 cm-es ültetést is jelentenek, tehát egy picivel sportosabb kiállású maga az Astra, de én azt mondanám, hogy igazából most olyan, mint amilyenre én szeretném, a normál Astrát. Tehát, hogy ez a futómű, ez egy tényleg egy picit feszesebb, de még nem lehet rá azt mondani, hogy ezzel aztán ez egy baromi jó sportkocsi. Főleg annak tükrében nem, hogy amúgy meg az aksi, motor, stb. Kombó miatt ez egy 1,7 tonnás autó lett, ami hát elég fájó adat. Ha jól emlékszem, az elektromos Opel Astra sem sokkal nehezebb. És így, ha 1,7 tonnához párosítunk 225 lóerőt, ez ugye már eleve rámutat arra, hogy ez nem tud őrült sportos lenni, valamivel 8 másodperc alatti 100-ra gyorsulást el tudunk érni, persze, amikor nincs lemerülve teljesen az elektromos rész, de hogy úgy az egész autó, hogy is mondjam, inkább egy kellemes utazó autó lett, és ez sokkal inkább annak mondanám, mint sportosnak. Persze, ha belegondolunk, tényleg régebben a GSI-k voltak a icipici sportos modellek, és az OPC-k nagyon durvák, tehát mivel az kihalt, ezért ettől se várjuk azt, hogy ez egy nagyon sportos modell lesz. Én azt mondom, hogy ilyen kellemesen megy, ugye 61-64 kilométeres hatótávot ír a Opel honlapja elektromos hatótávot, azt nekem semmilyen módon nem sikerült reprodukálni, én egy 40-45-tel voltam így el. Az se rossz egyébként, ha valaki városi szaladgálásra használja, azért abból is sok mindent meg lehet oldani. De tegyük hozzá, hogy most nem a legideálisabb viszonyok vannak, ugye télen teszteltük, tehát valószínűleg az a 40-45, ez nyáron pont ideális hőmérsékletben kicsivel több. De összességében ugye ez sem egy ilyen világ megváltó adat, mint hogy az autónak a összteljesítménye is nem az a nagyon sportos, 360-as nyomatékot tud így összességében a két motor ideális esetben. Azt, ha bekapcsoljuk a sportmódot, mert ugye van természetesen ilyen üzemmód választó, drive mód kapcsoló, akkor így egész jó reakciókkal el tud indulni, de valahogy úgy érződik néha, hogy úgy elfogy a craft belőle. Ha utazó autóként tekintünk rá, akkor pont elég erős, én azt kell, hogy mondjam, viszont sportkocsinak meg olyan kis tompa, és talán ez a legjobb szó rá. Egy nagyon kellemes utazóautóként, ha bemutatnám, akkor szerintem. Tehát ha nem ez lenne a neve, és csak így nézne ki, és amúgy így nem kommunikálná semmilyen módon a sportosságot az Opel, akkor ez egy marha jó kis csúcsváltozat lenne a nem sportos Astrákból. Így egy picit hiányérzetem van, de ettől függetlenül tényleg jobb vezetni, mint a normál Astrát. A tömege természetesen kanyarba érződik, de a futóműve alapvetően nekem jobban tetszik így. A kormányzása is jobban tetszik így, és ugye mikor még megvan a full max teljesítményt, ki tudjuk belőle csavarni, akkor a rugalmassága is egészen jó pofa. Én azt kell, hogy mondjam, hogy tudnék vele járni, csak hát ugye az ára is olyan, ami ugye alapáron 19 millió fölött van egy kicsit, most természetesen van rá akció, tehát 18 alá beszorul. Ez is az az összeg, ami úgy, azt sem mondanám, hogy sok, mert manapság már minden autó drága, és néha meghökkenünk bézével, hogy 12 millió forintért adnak kis autókat ennél jobban, hát kevésbé modern hajtásránccal és kisebb méretekkel. Tehát nem tudom rá azt mondani, hogy drága, viszont az se, hogy az a legjobb vétel, úgyhogy egy ilyen arany középút ilyen szempontból is. Ha valakinek bejön ez az Opel Astra design, ami egyébként nekem bejön, és egy picit feszesebb, olyan Astrát szeretne, amivel tud teljesen elektromosan is járni ilyen rövid távokat, akkor szerintem neki ez egy tök jó autó lesz, mert amúgy ez egy baromi jó autó,
Persze be lehet kötni a néhány helyen az anyagminőségbe, de egyébként az Alcantara ülések meg zseniálisak, tehát az meg az ülés jobb benne, mint a legtöbb ilyen középkategóriás, alsó középkategóriás autóba. A térkínálat is szerintem megfelelő, de ezt már korábbi asztaltesztekbe kiveséztük. A csomagtartó is szerintem tök jó méretű, persze küzdeni kell a töltőkábelekkel, amiből egyébként a gyári töltőkábel az nekem otthon nem tudta azt a töltési sebességet, amit a gyár ígért, de igazából egy egész este alatt így is simán fel lehet tölteni, tehát ilyen szempontból is kár belekötni. De összességében mégis egy icipici hiányérzetem van, de ettől függetlenül ez egy marha jó autó. Nekem tetszenek benne pont a rekeszeknek az elhelyezései. Ugye ott lent indukciós töltő is van a telefonnak. Az az egyetlen hiányérzet, ugye csak USB Type-C csatlakozó van, tehát egy régit is berakhattak volna. De a pohártartók is jó helynek. Ugye a központi rendszer az, hát a Peugeot 308-hoz hasonló, egy picit lassú, de marha jól tudsz vele egyébként tükrözni telefon, meg Android autó is, Apple CarPlay is megy rajta, mind a kettőt kipróbáltam, mind a kettő tökéletesen működik, úgyhogy egy ilyen nagyon kellemes kis autó, amitől sportosságot ne várjunk, de onnantól kezdve szerintem tényleg ez most a legjobb Astra, és mivel zöldrendszámos, azért ugye ingyen is tudunk vele parkolni, de összességében az az érzetünk lehet, hogy megmentjük a Földet. Hát minden nap 45 kilométeren keresztül, de utána sem fogyaszt egyébként marhára rosszul, mert most pont amit látok, egy 2500 kilométeres átlag az 6,4 liter. Én azt néztem, hogy az első nap, mikor mentem vele, akkor 5,5 volt, amikor autópályázik az ember, akkor meg természetesen egy kicsit magasabbra is fel tud kúszni, de összességében szerintem ez is egy tök jó adat. Ha lenne az Opel Astra a 225 lovas dízel változata, szerintem az is hasonlóképpen fogyasztana. Még egy elköszönést, Tani. Ja. Tudom, hogy nem szoktál hozzá, de... Ennyi volt már a garázs, remélem tetszettek ezek a bemutatók. A következő hetekben ilyen nagyon vegyes vágott adásokat fogunk adni, hiszen a srácok jártak Dubájba, meg lesznek azért új autótesztek is, de összességében szerintem nagyon izgalmas adások következnek, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Great. Állítsam le, mi? Yes, Flotta kezelés Online Car Market Kft-től. A műsor támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedó, az út, ami összeköt. Partnerünk az Alfa Romeo Magyarország. A műsor támogatója a Góbuda Mallban található belga pékség és kávézó.